gyors vonal érkezik Nagy Kanizsa és közvetlen kocsikkal Keszthely állomásról a 6. vágányra. A gyors vonal tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Kelenföld állomáson áll meg. A vonatra gyors vonati pótjegy váltása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Nagy Kanizsa és közvetlen kocsikkal Keszthely állomásról a 6. vágányra. A gyors vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Kelenföld állomáson áll meg. A vonatra gyors vonati pótjegy váltása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! C30-as zónázó vonat indul Érd alsón át Budapest déli pályaudvarra az 5. vágányról. A zónázó vonat menetrend szerint Érd alsóig minden állomáson és megálló helyen megáll. Érd alsótól csak Kelenföld állomáson áll meg. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! A 4. vágányra. A gyorsított személyvonat tovább nem közlekedik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Tisztelt utasaink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vasútállomás utasforgalom részére megnyitott területén elektronikus megfigyelőrendszer működik. Gyors vonat érkezik Veszprém állomásról a 9. vágányra. A gyors vonat tovább indul Budapest déli pályaudvarra. Menetrend szerint csak Kelenföld állomáson áll meg. A vonatra gyors vonati pótjegy váltása kötelező. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Tisztelt utasaink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyszállító vonatokon, valamint a vasútállomások és megállóhelyek utasforgalom részére megnyitott területén tilos a dohányzás. Vonat tovább nem közlekedik. A vágány mellett kérjük vigyázzanak! Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a Budapest déli pályaudvarról érkező G30-as gyorsított személyvonat előreláthatólag 5 percet késik. A késésért szíves türelmüket és megértésüket, a késés okozta kellemetlenségért elnézésüket kérjük.